Sziasztok, ez itt a Lido csatorna, és az új sorozat, ami indult, mert ugye mindkettőnknek van egy sorozata, meg ma adán egy közös is, és ami új indult, ez a Playmobilos filmes sorozat, ez nem fog tovább folytatódni, majd maximum később, de most egy új Playmobilos sorozat lesz, amiben bemutatom az ilyen cuccokat, hogy a Playmobilos dobozokban, vagy játékokban miket kaptam. És ebben a részben most a Playmobil karácsonyi kalendáriumot fogom bemutatni, ezt a farmos kiadás, és a következő részben pedig a lovas kiadást fogom megmutatni. Na kezdjük is az emberekkel. Először is van hozzá egy ilyen borostás férfi, másodszor egy szőkehajú kisfiú, harmadjára pedig egy feketehajú kislány. Most következőnek is az állatok. Először is van egy felnőtt tehén, aminek van egy kicsinye. Másodszor van egy felnőtt disznaj, aminek van kettő kicsinye. Harmadjára van egy felnőtt macska, aminek van egy kicsinye. Ezen kívül még van 3 darab egér, egy tyúk, 6 darab kicsinyével. Itt egy nyúlól, amiben nyulak is vannak. Méghozzá 2 darab. Tartozik hozzá egy kerítés, meg egy gyerekeknek való traktor. Egy nagy fa, 6 alma, bár ezt nem tudjuk pontosan, mivel nekünk több Playmobilunk is van, szóval ezek már rég összekeveredtek. De reményeink szerint 6 alma van benne. 3 répa, amiben 2 ilyen narancssárga, egy pedig olyan fehér. És végül 2 saláta. Meg persze ez a papír alap is hozzá tartozik. És persze megmutatjuk berendezve is az egészet, ami pedig így néz ki, bár igazából máshogy is be lehet rendezni, de mi így rendeztük be ezt az egészet. Ugye ezeket az ágyakat itt mind bemutattuk, és igazából még volt hozzá egy ilyen csirkeltető, csak azt most nem találtuk. Ezért azt nem mutattuk meg benne, de minden megtalálható benne, amit ebben a videóban mutattunk, kivéve az az egy, de azt nem is mutattuk helyen a videóban, de mindegy. És ha szeretnétek még ilyen videókat, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, a YouTube csatorna voltunk, sziasztok!